Az elmúlt 8 év volt a világ valaha mért legmelegebb 8 éve, és az üvegházhatású gázok, például a széndioxid koncentrációja is új csúcsot ért el. A meteorológiai világszervezet szerint a világ gleccserei tavaly drámai sebességgel olvadtak, megmentésük gyakorlatilag reménytelen. Sajnos a gleccserek olvadását már nem tudjuk megállítani, mert már most olyan magas a széndioxid koncentráció. A tengerszint emelkedése és a gleccserek olvadása az elkövetkező évezredekben is folytatódik, mondta a meteorológiai világszervezet főtitkára. Londonban az Extinction Rebellion nevű csoport klímaaktivistái 4 napos tüntetés sorozatba kezdtek, abban bízva, hogy a hétvégén 100 000 ember gyűlik össze a brit parlament előtt. A Föld napja alkalmából a világvezetői környezetvédelmi intézkedéseket sürgetnek, mondván, ha befektetünk a bolygónkba, lassíthatjuk, vagy akár meg is állíthatjuk a klímaváltozást.